Ez az utolsó, ez azt hiszem, hogy Fox News-nak az egyik interjúja, mert Tucker azt hiszem, hogy ott műsorvezető. A lényeg azonban a következő, hogy hiába is van elérhető munkahely, ha nincs, aki csinálja. És ez nem lehet betölteni ezért. Azt mondja, 5.6 million jobs exist right now. Hogy 5,6 millió betöltetlen munkalehetőség van az Amerikai Egyesült Államokban most. As we're talking, 5.6 million jobs, 75% of which don't require a 4-year degree. És 75%-nak ahhoz nem szükséges diploma, 4 éves diploma. Ugyanez a helyzet Magyarországon is. Én is, meg rengeteg más ember beleesett ebbe a hibába, hogy azt hitte, hogy majd szerez egy diplomát, elmegy dolgozni egy céghez, és milyen nagyszerű lesz. Közben azt gondoljuk, hogy aki uralja, meg irányítja a világot, az nem tudta, hogy az elkövetkező 10 évben meg fog változni az egész úgy, hogy nem lesz szükség olyan emberekre, akik nem értenek semmihez, csak szereztek egy olyan diplomát, aminek semmi értelme, meg haszna nincs. Persze, hogy tudták. Ez a lényeg. Kreáljanak egy generációt, aki nem ért semmihez, de azt hiszi, hogy okos, azért, mert iskolában meg oktatási intézményekbe járt. De semmi haszna nincs a társadalomban. Mert akire lenne szükség, abból meg nincs. Akire lenne szükség, az meg szakember, aki meg tud csinálni valamit. Hogyha elromlik a mosógép, ki lehet hívni, vagy föl lehet húzni egy falat, vagy megcsinálja az autót. Ilyen emberekre lenne szükség, nem olyanokra, akik nem értenek semmihez, csak megtanulták azt, aminek semmi értelme nincs. When people talk about, you know, why the skills gap exists. És az ugye van egy, amiről beszél, az egy ilyen képességbeli törés, vagy szakadék a társadalomban. It's almost, how can it not exist? Hogy is ne lenne? Azt mondja, hogy is ne lenne, hogyha egyszerűen kivettük a tananyagból a technológiai képzést, ami Magyarországon nagyjából azt hiszem, hogy a szakmunkás, szakközép iskolának felelne meg, ami felkészíti az embereket, hogy azt csinálják, amit szeretnek, illetve ami érdekli őket, de ezek többnyire felruháznák, ez a vocational training, amiről szó van az Amerikában, de ez a magyar megfelelő próbálom elmegy, ami felruházna olyan képességekkel az embereket, amikkel el tud látni szakfeladatokat. Valamilyen szakemberré képeznék ide, ezt kivették a kötelező tananyagból. És ugyanebben az időben ugyanekkor azt mondtuk a gyerekeknek, illetve a tanulóknak, hogy a legnagyobb esélyük akkor van a sikerre, hogyha egy 4 éves diplomát szereznek, ami ugyanígy volt Magyarországon is. Right. So the most expensive path becomes the best path. Tehát a legdrágább út, a legjobb út. For the most people. A legtöbb ember számára. At the same. Ugye úgy ér, mint ahogy itt is van, hisz rengeteg pénzbe kerül egy 4 éves diploma, míg szakközépiskolába elmehet valaki, többsége annak államilag finanszírozott. És én ezt javaslom mindenkinek. Küldj el a gyerekét egy szakközépiskolába, vagy egy szakmunkás képzőbe, kijön onnan, és azonnal talál annyi munkát, hogy élete végéig el lesz havazva örökre. Mert senki nem ért már semmihez. Ezt kéne csinálni. Nem erőltetni őket bele egy felsőoktatási intézménybe, ahol menedzser lesz, aki semmihez nem ért, meg külkereskedelmi üzletkötő, meg tanár, amire semmi szükség nem lesz. Hanem valaki, aki meg tud csinálni valamit. Ezt kétlem, hogy el fognak küldeni egy robotot, hogy szerelje össze a csővezetéket, meg akármi. Ez az, amit nem láttunk mi akkor, amikor elkezdtem én legalábbis az oktatásban a pályafutásomat, és a többség most se lát. Szóval hagyd kérjek meg mindenkit arra, hogy ossza meg ezt a videót, és lájkolja, hogy lássa több ember, hogy mekkora a probléma, és hogy a sötétség az óriási a világban. És most már nem csak az emberek fejében, hanem ahogyan gyülekeznek ezek a felhők felettünk, óriási problémák lesznek. Time, all these other jobs, which are linked to this very fundamental form of education, are completely marginalized. És közben mindazok a szakmák, amik kötődnek ehhez a képesítési formához, mint a szakmunkás, szakközépiskola, meg technológiai képzés, ezek a perifériára kerülök, és azt mondjuk az embereknek, hogy majd lesz egy paraszt, egy fölbűves, egy csőszerelő, egy autószerelő.
Az közben nem érdekel senkit, hogy van valakinek egy 4 éves tanári diplomája, vagy menedzser, mit tudom én mivel, aminek semmi értelme nincs, vagy külkereskedelmi üzletkötő. Teljesen mindegy. Nincs szükség ilyen emberekre már. 12 egy tucat. Ezekből van a kerítés, ahogy mondják. Most az kéne, aki meg tud csinálni valamit, de az meg már nincs. Ezért mondom, hogy gyorsan el kellene kezdeni mindenkinek végezni ezeket a tanfolyamokat, hogy valamit meg tudjon csinálni, azt azonnal lenne annyi munkája, hogy az örökké valóságig dolgozhatna. Mármint amíg világ lesz. Because we sent a really powerful message. You know, you don't just take vocational technical training out of high schools and that be the end of it. Szóval nem gondolhatta azt senki, hogy ezeket a képzéseket kivesszük a tantervből, ráadásul még azt is mondjuk, hogy ezek valami alacsonyabb rendű emberek, és ennek majd nem lesz következménye a jövőben. Szóval ugyanazt mondja, amit én, hogy ezt tudnia kellett annak, aki csinálta. Nem lehet olyan ostoba valaki, hogy azt higgye, hogy ennek nem lesz súlyos következménye a közeljövőben. That sets all kinds of dominoes in place. And és ez elindít mindenféle dominókat. None of them are pretty, and they all fall down. És egyik sem ezek közül a dominók közül tetszetős számunkra, és mindegyik le fog borulni. Persze utólag könnyű okosnak lenni, mondhatnánk, és hát ez így is van. Most, hogy értem, hogy működik a világ, most már persze nagy okos vagyok, mikor ott voltam. Én is ugyanazt gondoltam, mint mindenki más, hogy a babis húsból van, és aztán majd nem értek semmihez, és valami csodálatos módon meg fogok élni. Pedig nem mindegy. Szóval ez a különös dolog 2022. június 24-én, és én azt mondom, azt javaslom mindenkinek, hogy látogasson el a Yahuwah útja YouTube csatornára és a yahuwahútja.hu weboldalra, ahol végtelen információt talál azzal kapcsolatban, hogy hogyan kapcsolódik mindez az írásokhoz, a Bibliához, és mi a kiút ebből az egészből.